Erika, hajmosásra készülődni. Felkészültél rá? Nincs fájdalmat. Tartósan fekvő beteg esetén a hajmosás kritikus kérdés. Ágyban fekvő beteg hajmosása sajnos nem minden kényelmetlenség nélkül zajlik, de néhány jó tanács talán segíthet. Íme a szükséges eszközök. Törölközők, sampon, hajápoló balzsam, 2 darab gumilepedő, kancsó, fésű, hajszárító, 2 darab lavór vagy vödör, szék vagy zsámoly, műanyag kötény és gumikesztyű. Fontos, hogy a beteg által kedvelt hajápolószereket használjuk. Ha gumilepedő nem áll rendelkezésre, akkor használjon műanyaglepedőt. Helyezze a beteg fejét annyira az ágy szélére, amennyire csak lehetséges. Egy vízhatlan kendővel összefogott törölközőt helyezzen a beteg feje alá úgy, hogy az ott hagyott kis párna biztosítsa majd a hajmosóvíz megfelelő irányba csurgását. Sajnos a betegnek a hajmosás végéig ebben a helyzetben kell maradnia. Ez okozhat számára némi kényelmetlenséget. Egy másik vízhatlan kendőből és benne egy nedvszívó textíliával alakítson ki egy ügyes vízelvezető rendszert, amit a beteg feje alatt úgy helyezzen el, hogy a nyitott vége az ágy mellé helyezett vödörbe lúgjon. Az öblítést és samponozást ismételje meg, ha szükségesnek látja, akár többször is. Ha a beteg hajbalzsamot használ, végezze el ugyanezt a folyamatot a balzsammal is. A végén nagyon alaposan öblítse ki a hajat, majd csavarja ki a vizet a hajból. Ha a beteg arca vizes lett, törölje alaposan szárazra, különös tekintettel a szemekre. Ha a betegnek nehézséget okoz a fej emelése, fordítsa őt oldalra addig, amíg hátulról is megszárítja a hajat. Járja az ember ilyen, akkor meg...
Biztosítsunk békés, nyugodt, intim körülményeket a hajmosás idejére, csak úgy, mint a fürdetésnél. Biztosítsunk kellemes hőmérsékletet, ha szükséges, melegítsük fel a szobát. Készítsük fel a tevékenységre a beteget, ha esetleg fájdalmai vannak, akkor időzítsük úgy a hajmosás, hogy azt a fájdalomcsillapító beadása utáni fél egy órában kezdjük meg. Köszönöm. Örülök, hogy sikerült.